Kalipa csalás vajna. Amikor egy éve február 24-én elkezdődött a háború, nem számítottunk arra, hogy ez lesz. Azt hittük, úgy lesz, mint 2014-ben, gyorsan véget ér. Az utolsó pillanatig maradtunk, azután minden elkezdett összeomlani, lövöldözés volt mindenütt. Eleinte még volt kapcsolatunk, mindenről tudtunk. Átmentünk a közeli iskola pincéjébe, ott húztuk meg magunkat. Nem kapcsolhattuk fel a villanyt, mert azonnal az ablakokra lőttek. Volt egy kis készletünk, és amikor kicsit lecsillapodott a helyzet, felmentünk, magunkhoz vettünk némi élelmiszert, és visszarohantunk a pincébe. Így emlékszik vissza a háború kezdetére Volodymyr Prihotyko, mariupoli úszóedző. Az otthona melletti pincében egyre veszélyesebbé vált az élet, ezért sok mariupoli lakoshoz hasonlóan a város nyugati részébe menekült. Amikor menekülni kezdtünk az iskolából, oda is becsapódott egy rakéta. Emlékezett vissza Volodymyr, majd hozzátette, hogy akkor még többen azt mondták, a nyugati városrész biztonságosabb. De mint kiderült, ott sem volt jobb a helyzet. Állandóan bombáztak, ott feküdtünk és vártunk. Nem tudtuk, mi a jobb, ha az alagsorban ér a találat, vagy a harmadik emeleten. Csak Istenben és a szerencsénkben reménykedtünk. Az embereknek, akik kijutottak, szerencséjük volt. De sokan ott maradtak. Talán 500 vagy 600 ezer ember maradt ott. Most körülbelül 100 ezeren lehetnek a városban. Nagyon sok ember halt meg. Kimentünk az udvarra, és egy gránát becsapódott. Mi akkor már tudtuk, amikor a lövedék jön, fütyül, 3 másodpercet van, hogy elbújj. Tüzet raktunk, és azon főztünk, és a forrásokhoz mentünk vízért, de azokat is lőtték. Nehéz volt elhagyni a várost, különösen a bekerítés után, amikor már csak az Azovsztál maradt ukrán kézen. Volodymyr most Ivano-Frankivsk megyében él. Amikor távoztunk, ellenőrizték az adatainkat, azt is, hogy hol dolgoztunk, levetették velünk a ruháinkat, megnézték, hogy a vállainkon nincs-e zúzódás a fegyverhasználat következtében, mindent alaposan megvizsgáltak. Nézetek körül, ide nem jöttök, visszamondták. Én meg azt gondoltam magamban, majd visszatérünk, de nem volt hova visszamenni. Most már nem tudom, mit csináljak. Mindent vissza kell szereznünk, újra kell építenünk. A város gyönyörű volt. 2014 óta olyan gyönyörű volt. Úgy építették újjá, hogy az ember le sem tudta venni róla a tekintetét. Az edzői munkáját most online végzi, mivel tanítványai szétszóródtak a világban. Ott, ahol most lakik, menekült és helyi gyerekeket is edz. Elmondása szerint a legnehezebb az volt, amikor a tanítványai halálhíréről értesítették. Az orosz megszállástól szenvedő emberek tanúságtételeit a Szakadék szélén című grafikus novella és az Elveszett otthon című portrékiállítás formájában mutatták be Ungváron, a Kárpátaljai megyei Univerzális Tudományos Könyvtárban. A kiállítás alapjául a Moloda Proszvita szervezet tagjai által hallott történetek szolgáltak, amelyeket a humanitárius segélyek menekült szállóra történő szállítása során hallottak az ott lakóktól. El akarjuk mondani a nyugati régiók és a szomszédos országok lakóinak, hogy milyen dolgokon kellett keresztül menni a háború elől menekülő embereknek. Ez a kiállítás 22 történetet mutat be. Ukrajna különböző régióiból származó emberek mesélik el történeteiket. Odessa, Csernyihív, Kijev, Donyeck és más régióból, amelyeket rakétákkal lőttek vagy megszálltak az oroszok. A kiállítás szervezői egy katalógust is elkészítettek, amelyben a háborús történetek olvashatók. Ezen kívül megszerkesztették a Szakadék szélén című grafikus novellát is. Ez utóbbi 10 valós eseményen alapuló történetet tartalmaz. A képregény többek között magyar nyelvre is lefordították, hiszen a szervezet képviselői a szomszédos országokba is ellátogatnak. Így például nem sokkal az ungvári látogatások előtt Magyarországon jártak. Нам пощастило презентувати наші продукти у двох містах.
Két városban volt szerencsénk bemutatni a munkáinkat. Az egyik az észak-magyarországi Széchény volt. Ott tanároknak, könyvtárosoknak és diákoknak mutatkoztunk be. Nagyon gyorsan elkeltek a képregények, ugyanis ezeket a termékeket magyarra is lefordítottuk. A második város Budapest volt. Oda főleg az ukrán diaszpóra jött el. A megyei könyvtárnak korábban is voltak közös projektjei az Ivano-Frankivszk megyéből jött vendégekkel, ezért szívesen fogadták az új kezdeményezést. Úgy gondoljuk, hogy a háború történetének emlékét ilyen alkotások révén kell megőrizni. Nagyon fontos a jövő nemzedék számára, hogy ne felejtsék el, milyen áron szereztük meg a függetlenségünket, milyen áron küzdünk a szabadságunkért, az országunkért. A kiállítás mindössze egy napos volt, mivel a szervezők folytatják útjukat a nyugat-ukrajnai és külföldi városokban.